Mivel télen több energiára van szükség a testhőmérséklet szinten tartásához, ezért olyankor indokolt emelni az állatok ételadagján. Azonban ezt később a jó idő beálltával érdemes lecsökkenteni, ugyanis könnyen elhízhatnak, és a túlsúly hosszú távon betegségekhez vezethet, megrövidítheti négylábú barátaink életét. A kiegyensúlyozott étrend tartása, valamint a friss, tiszta és bőséges folyadék biztosítása mellett gondoskodjunk a vérszívók elleni védelemre is, mivel azok száma tavasszal és nyáron megsokszorozódik. A kullancs, a szúnyog és a bolhacsípések elkerülése érdekében használhatunk cseppeket, tablettákat vagy éppen nyakörveket is. Továbbá az ebek esetében ügyeljünk arra, hogy a sétákra kora reggel vagy az esti órákban kerítsünk sort. Nyilvánvaló, hogy ha elmegyünk sétálni, mindig vigyünk magunkkal vizes üveget, próbáljuk meg a házi kedvenceket például lefröcskölni, próbáljuk a lazább, lassúbb tempót tartani, illetve nagyon fontos, hogyha sötétebb szörű a házi kedvenc, akkor néhány perc alatt fölhevülhet akár egy sima séta alatt is 50-60 fokosra a szőre, illetve aszfalton sétáltatni kutyát a nagy melegbe szigorúan tilos, ugyanis az állatoknak a tappancsait konkrétan szétégetheti a napfény által a nagy hő. Az udvaron tartott házi állatok esetében mindenképpen ügyeljünk arra, hogy legyen számukra egy olyan hely, ahol el tudnak bújni a napfény elől, mely benti kis kedvenceinkre nézve is ártalmas lehet. Egy kisebb lakásban, ha nem húzzuk el, mielőtt elmegyünk iskolába vagy a munkahelyre a függönyt, a besugárzó nap idézőjebb egy ilyen üvegházhatást okozhat akár a díszmadárnak, akár a hüllőknek, akár a macskának, vagy éppen apró kis gerinces állatnak, például hörcsögnek, tengeri malacnak. Tehát, hogyha elmegyünk például otthonról reggel, akkor érdemes árnyékossá tenni az ablakot, ne engedjük a hő hatásnak kitenni a kedvenceket, mert ez számukra egyébként többszörösen veszélyes. Többek között az elszíneződött nyelv, a bágyadság, a túlzott lihegés, valamint az intenzív nyáladzása a hőguta jelei lehetnek. Amennyiben valaki az előbb említetteket tapasztalja, azonnal kezdje meg kis kedvence felhevő testének a lehűtését, például vizes törülköző segítségével. Ha rövid időn belül azonban nem javul az állapota, akkor sürgősen forduljon állatorvoshoz, ugyanis végzetes kimenetelű is lehet a probléma.